Adásunkban beszámolunk a koronavírus járvány legfontosabb fejleményeiről. Megmutatjuk, mire kell figyelni az erdőt járóknak, és az ETO hétvégi győzelmének összefoglalóját is láthatják nálunk. Érdemes tehát velünk tartani, kezdődik a Híradó, én várom Önöket. Mintegy 300 ezer Sputnik vakcina érkezik a napokban Magyarországra, emellett pedig már 10 millió Pfizert kötött le hazánk. Közölte Müller Cecília, országos tisztifőorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján. A járvánnyal kapcsolatos legfontosabb információkat Lukács Bence gyűjtötte össze Önöknek ma estére. Szia Zsuzsi, köszöntöm az Oxigén televízió nézőit! 4326 újabb magyar embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést hétfőre. Ezzel 432.925 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 15.058 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 322.956 fő. Az aktív fertőzöttek száma azonban emelkedett 94.911 főre. 5.679 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig 537-en vannak lélegeztetőgépen, derült ki a kormányzati tájékoztató oldal legfrissebb adataiból. Győr-Moson-Sopron megyében is magas a szám, ugyanis egy nap alatt 307 fertőzöttel nőtt a fertőzöttek száma. Az operatív törzs mai tájékoztatóján elhangzott, hogy 280 ezer Sputnik vakcina indult el Budapestre hétfő hajnalban, és már több mint 10 millió Pfizer vakcinát kötött le Magyarország. Már az első adag beoltása is jelentős védettséget jelent, ezért Müller Cecília arra kér mindenkit, hogy fogadják el a felkínált vakcinákat. Elhangzott az operatív törzs mai tájékoztatóján, hogy az üzleti célú kiutazás utáni hazatérést követően is karanténkötelezettség lép életbe. Ez alól kivétel az EU-s tagjelölt országok, vagy Nagy-Britannia és az Európai Gazdasági Térség tagállamai, tehát Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, aki számára szimpatikus vakcinára vár, az heteket, hónapokat várhat, ezért inkább arra kér mindenkit, hogy fogadják el a felkínált vakcinákat. Málta és Dánia után lakosság arányosan mi vagyunk az EU-ban a legbeoltottabbak, 6,94%-kal. Müller Cecília elmondta azt is, hogy módosították az oltási stratégiát a WHO ajánlásainak megfelelően, hiszen újabb ismeretek vannak a vakcinákkal kapcsolatban. Ez szerint az első adagját most mindenki megkapja, mert már az is jelentős védettséget jelent, és csak később kapja meg a második adag vakcinát. Ezek tehát a legfontosabb információk a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Ipari park épül Écsen, írja a közleményében dr. Szabó Norbert polgármester. A projekt célja az elkészült ipari parkba betelepülő vállalkozásoknak munkahelyteremtése és a jövőben iparűzési adó formájában olyan bevételi forrás biztosítása az önkormányzatnak, melyet településének fejlesztésére tud fordítani. A fejlesztések elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés zajlik. A polgármester azt írta, konkrét beköltözőről egyelőre nem tud beszámolni, de már most többen érdeklődnek. Hamarosan Győr-Moson-Sopron megyében is testkamerát kaphatnak a jegyvizsgálók a vonatokon. Erről ír a Kisalföld. Azt írják, erre azért van szükség, mert verbális agresszió naponta éri a kalauzokat, ám fizikai bántalmazásra is vannak példák. A lapnak Rázó László, a Gyesef szóvivője azt mondta, az elmúlt 5 évben 3-szor történt komoly atrocitás a jegyvizsgálók felé, míg a MÁV azt közölte, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében 2019-ben összesen 5, tavaly 2 esetben bántalmazták tettleg a kalauzokat. Január 2. felétől májusig legyünk körültekintőbbek a természetben. A tavaszi jó idő sok ember kedvét hozza meg az erdei sétákhoz, azonban törekedjünk arra, hogy ne hagyjuk el a kijelölt túraútvonalat. Ilyenkor van a vaddisznók fialási időszaka, amikor az alapból félénk és távolságtartó vaddisznók védelmezőbbé válnak. Amennyiben találkozunk egy anyadisznóval, akkor ne próbáljuk meg megijeszteni, hanem hagyjuk meg magától, hogy elsétáljon másfelé, vagy óvatosan hátráljunk. Vigyázzunk az erdőkben! A jó idő beköszöntével egyre többen választják a szabadtéri erdei sétákat. Azonban január 2. felétől májusig tart a vaddisznók fialási időszaka. Normál esetben ez az állat fél az embertől. Azonban, ha veszélyt érez, például sarokba szorítják, vagy a malacait félti, akkor támadhat, mondják a szakértők.
Tulajdonképpen arra kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy ilyenkor minél kevesebbet zavarjuk őket. Ennek a kapcsán mi arra kértük a túrázóinkat, akik az erdőgazdaság területén járnak. Főleg ilyenkor, hogy kicsit a jó idő kicsalogat mindenkit, hogy szorítkozzunk a kijelölt turistautakra. Mivel ott gyakrabban járnak az emberek, így ezt a vaddisznó igyekszik elkerülni. Ezektől pedig távolabb készíti el a fialló vackát, amiben aztán a malacok megszületnek. Ha mégis netán találkoznánk ellő vaddisznóval, vagy olyan kocával, aminél csíkos vadmalacokat is látunk, hogy semmiképpen se zavarjuk őket, lehetőség szerint inkább amerről jöttünk, arra menjünk vissza. Jó tanács még, hogy véletlenül se vigyünk haza elárvultnak hitt vadmalacot, illetve kutyasétáltatásnál ügyeljünk arra, hogy a pórázon vezetett kutyánk ne távolodjon el tőlünk, mert az erdőben kúszáló kutyák felbőszíthetik a vaddisznót, illetve ne engedjük póráz nélkül kóborolni kedvencünket. A tanúk meghallgatásával folytatódott annak a nőnek az ügye, aki még 2017 májusában Kapuvár felől Sopron irányában közlekedett férje autójával, és szándékosan nekihajtott egy szembejövő autónak. A hétfői ülésen az a döntés született, hogy új orvosi szakvélemény készül a nő mentális állapotáról. A tanúk meghallgatásával folytatódott a győri törvényszéken annak a nőnek az ügye, aki még 2017 májusában Kapuvár felől Sopron irányába közlekedett férje autójával, és szándékosan nekihajtott egy szembejövő autónak. Csak a szerencsének volt köszönhető az, hogy nem lett tragikus kimenetele a balesetnek, illetve annak, hogy a szembejövő autós időben észlelte a nőt és lassított járművével. A nőnek egyébként régóta fennálló pszichiátriai betegsége van, és a baleset időpontjában is feltehetően a betegségéből adódó hallucinációs állapot állt fenn. Ugyanis a nő elmondása szerint a hátsó ülésen utazó gyermekét Istennek képzelte, és az ő utasításait követte. A hétfői ülésen a három idézett tanúból csak egy jelent meg, az a rendőr, aki a baleset után a kórházban kihallgatta a nőt. Elmondása szerint a baleset helyszínére kiment kollégái már a nyomukból arra következtettek, hogy szándékosan hajtott neki a nő a szemből érkező autónak. Rendhagyó volt maga a körülmények, tehát nem egy átlagos balesettel álltunk szemben, úgy emlékszem. Értem. Tehát ez megmaradt. Mit ért azon, hogy rendhagyó volt? Mi az, ami önnek megmaradt, mint az átlagostól eltérő, vagy megszokottól, már annyira egy baleset megszokott, de értjük egymást, azt hiszem. Így van. Tehát egy átlag balesethez képest mi volt az, ami furcsa volt, különleges volt, szokatlan volt, egyedi volt? A szándékosság felvetődése egyáltalán a baleset bekövetkezésével kapcsolatban. Az ügyben tartott tárgyaláson az ügyészség indítványozta, hogy új orvosi szakvélemény készüljön a nő mentális állapotáról. A várbeli nap, illetve a szakvélemény elkészültének napja óta rendkívül sok idő eltelt. A szakvélemény az 2018. szeptember 3. napján kelt. A vizsgálatra azt megelőzően került sor, tehát ezért a védelem álláspontja szerint feltétlenül szükséges annak vizsgálata, hogy védencünk egészségi állapota az miként alakult, hogyan változott, különös figyelemmel arra, hogy a betegség tudata az kialakult. A védelem a szakvélemény újbóli elrendelését támogatta, a nő ügyvédje azonban hozzátette, szeretnék, ha nem csak a jelenlegi, hanem az előző orvosi szakvélemény óta eltelt változásokat is vizsgálnák. Egy más szakértőnek a véleményéhez szükséges annak érdekében, hogy itt a büntetőjogi felelősség kérdésében, tehát megnyitható álláspontra a az ügy április elején a most meg nem jelent tanúk meghallgatásával folytatódik majd. Megrázta Tét települését a halálhír, alig két hete hunyt el Józsa György tűzoltó. A törzsőrmester 41 évesen vesztette életét tragikus hirtelenséggel. Egy este a házuknál lévő kazánnál talált rá párja, a földön fekve, nem volt már pulzusa. A szakemberek azt mondták, ha ott áll mellette az orvos, akkor sem tudták volna megmenteni. Szívinfarktusa volt, sosem feledik a korábbi bajtársak, a barátok és persze a családtagjai sem. Gyúlnak a gyertyák a bajtársért. Józsa György alig két hete elhunyt tűzoltó emlékére lobognak a lángok Téten, a Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének szertárában. Ezen is látszik szerintem, hogy mennyire élvezte és szerette hivatását, és így szeretném megőrizni az emlékét.
Nem csoda, hogy a könnyeivel küzd Kovács Krisztián, a 41 évesen elhunyt Gyuri korábbi társa azt mondja, az egész város gyászolja a hőst. A családapa temetésén elhangzott vers és egy másik fotó is az ő emlékét őrzi a falon. Itt nagyon megérintett mindenkit az ő halála, nagyon gyászoljuk, mert nem csak bajtársunk, hanem barátunk is volt a Gyuri, és már most nagyon hiányzik mindenkinek. A törzsőrmestert igazi hősként tisztelték, a társasági életben is nagyon aktív szerepet játszott a településen. Tradicionálisan vannak nálunk minden évben, amikor lehetőség nyílik rá, májusfaállítás, májusfadöntés, évvégi bulik. Hát őt abból nem lehetett kihagyni, ő volt igazándiból itt a hangulat felelős, mindig ő hozta a zenét. A karókit nagyon szerette, főleg a Republik nagy kedvence volt, úgyhogy felegeteges hangulatot tudott csinálni, úgyhogy igazándiból azok hatalmas bulik voltak, amikben így közösen részt tudtunk venni. Miközben a szertár alak sorában kiderül, hol öltözött György. A bajtás elmesélte, hogy az utolsó bevetésén alpin technikával kellett egy macskát mentenie, mintegy 15-20 méteres kútból. Másnap este azonban a házuknál lévő kazánnál találták a földön fekve, nem volt púzusa. Ez volt, hogy előtte még életet mentett, még hogyha egy állatról is beszélünk, és utána sajnos bekövetkezett ez a tragédia, és őt már nem tudták megmenteni. Persze, a leggyakrabban használt munkaeszköz sem maradt fekete zászlók nélkül. Hirtelen haláláról azt mondták a szakemberek, ha ott áll mellette az orvos, akkor sem tudták volna megmenteni. Volt két sikeres újraélesztése is, amit ő hajtott végre egyedül. Mind a kétszer igazándiból civilben tette meg ezt. Az egyik itt volt az egyik helyi ABC-ben, a másik pedig éppen amikor szolgálatba ment, akkor Győrben segített így valakit, így mentette meg két embernek az életét még, azon felül ahány embert megmentett hivatásosként. A 41 évesen elhunyt bajtársnak azonban esélyt sem adott a sors. A tűzoltó autó mellett, mellyel a bevetésekre többször is együtt utaztak az egyesület tagjai Józsa Györggyel, kiderült, hogy dolgoznak az önkéntesek, akikhez a törzsőrmester is tartozott. Mi vonulhatunk tűzesetekhez, balesetekhez, műszaki mentésekhez, és a Gyuri is ebbe a kötelékbe szolgált velünk, és volt a bajtársunk. Az egyedül maradt felesége és a 7 éves fiúk részére gyűjtést is szerveztek már az önkéntesek. A tervek szerint, amint a pandémiát követően arra lehetőség lesz, egy jótékonysági bált szeretnének rendezni a hős tűzoltó tiszteletére és a gyászoló családja segítésére. Szemtanúkat keres a rendőrség annak a balesetnek a kapcsán, amely még január 14-én történt a 813-as elkerülőn, és 4 ember életét vesztette, amikor kigyulladt a kocsi. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság nyomozást folytat 2-nél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozás megalapozott gyanúja miatt. Közleményük szerint az autó előzés közben ütközött egy kamionnal. A rendőrök azt kérik, hogy aki látta a balesetet, vagy megálltak a helyszínen, jelentkezzenek a kapitányságon. Motortolvajokat fogtak Győrben. A járőrök szombaton hajnalban figyeltek fel egy győri bevásárlóközpont parkolójából elinduló furgonra és egy autóra. Megállították a furgont, aminek az átvizsgálásakor a raktérben 3 robogót találtak, amelyek tulajdonjogát sem a sofőr, sem utasa nem tudta igazolni, illetve nem tudtak magyarázatot adni arra sem, hogy a motorok hogyan kerültek a raktérbe. Az elfogott 4 férfit lopás gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, és indítványozták előzetes letartóztatásukat. Nyerte meg a labdarúgó másodosztályban. Ezúttal a szolnoki MÁV FC otthonában hozták el a 3 pontot Csertői Aurélék. Hudák Dávid a 93. percben állította be a végeredményt, 2-1-es arányban nyertek a sárga kékek. Az első gyirmóti gól szerzője Simon András volt, mindenáron nyerni. Ez pedig a VKV Eto FC Győrnek volt a mottója a múlt hétvégi bajnoki összecsapás előtt. A labdarúgó Mercadin Bank Liga 26. fordulójában a sereghajtó Deacot látták vendégül Csató Sándor tanítványai. Mutatjuk az összefoglalót. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen az Eto Parkból, a Mercantil Bank Liga 26. fordulójából.
Eto FC Győr Deac, ez a találkozó kezdődik majd pillanatokon belül. Tiszta zöldben a mai mérkőzésen az Eto FC Győr, míg a vendégek ma tiszta fehérben fognak majd pályára lépni. Ezek tehát a legfontosabb információk. Nagyot, ezt kiabálta Csató Sándor, és úgy látszik, hogy ez is fog történni, mert hogy betömörült mindenki most a 16-oson belülre a bedobáshoz. Vipták is felmegy fejelni, egyelőre nem sikerül lefordulni, ott a lövés az első lehetőségre, amit helyzetnek lehetne nevezni, a 10. percig kellett várni. Egerszegi, hosszú indítás Priskin felé, nincsen les, úgy tűnik, hogy nincs les, Priskin a 16-oson belül, ott a gól! Priskin Tamás góljával a 22. perc legelején vezet az Eto FC Győr. Tökéletes ütemben ugrott ki Priskin Tamás, és nagyon-nagyon higgadtan megoldotta. 1-0-ra vezet az Eto 21 percnyi játék után. Az nagyon nem tűnik jónak, Székely lőtte rá, szerencsére visszaértek a védők, és sikerült beleblokkolni. Berecki. Lipták szerint nem történt semmi, ami miatt Bereckinek el kellett volna esnie. Sándor átlépi, Papp Ferenc, óriási lövés középre, Szidibe sikerül felszabadítani. Ez megint meleg pillanatok voltak itt az Eto kapuja előtt, Spitz Müller lövése pedig pont gundelt a Kács Bence kezébe. Priskin. Maier, na ebből most lehet valami, Maier Milán, mehet még. Hanzli a 16-oson belül. Maier mellé. Fejes fogja bedobni a labdát. Maier a 16-oson belül, Maier. Vitális, megpattan a labda, és ez így szöglet lesz. A szögletet pedig az 51. percben Kis Máté végzi el. Lipták, jó a fejes! 64. perc, Vitális Milán a labda mögött. Jó az ívelés, a fejes pedig mellé egy jó 2-3 méterrel, de ez is egy lehetőség volt. Kovács, Kovács! Keresztbe elszállt a labda. Vitális. Az nagy labda, a Vitális, amit kapott vissza Sipősztől. Vitális! Nem tévedett sokat Vitális Milán. Priskin, Lipták is fellépett fejelni. Vitális, Priskin! Új, de azt tartottám a sarokra. Nagyon nagyot kellett nyújtózkodni a Tóth Dánielnek itt a végén. Székely. Ránéz a játékvezető az órájára. Szájába veszi a sípot, egyelőre még nem fúj. Most igen, itt a vége a mérkőzésnek. 1-0-ra győzött Priskin Tamás góljával az Eto FC Győr a Deac ellen. Tisztelt szurkolók, köszönöm, hogy velünk tartottak a mai mérkőzésen, és együtt szurkoltunk ezért a győzelemért. A viszontlátásra, tartsanak velünk legközelebb is. Úgy gondolom, hogy az első fél időben talán túl sokat áldoztunk be az eredményességünkért. Ezt csak azért mondom, mert a második fél időben igazából már nagyon a kapuig se tudtunk eljutni. Nagyon sokat kivette az első, talán 60 perc a srácokból. Próbáltuk frissíteni a csapatot, de sajnos akik csereként jöttek be, nem tudtak annyit hozzátenni. Igazából az első fél idő az egy kiegyenlített játékot hozott, úgy gondolom. Kaptunk egy elkerülhető buta gólt, amit az ellenfél nyilván ilyen jó támadó révén biztos volt, hogy ki fog használni. Utána azért próbáltunk az ellenfél 16-os belülre kerülni, ott szabadrugásoknál, szögleteknél voltak lehetőségeink, akár még egyenlítettünk is volna az első fél időbe, de mondom, sajnos a második fél időben igazából a Győr egyszer-kétszer úgy megkontrázott minket, de minőségben már azt a teljesítményt nem tudtuk hozni a második fél időben, mint az elsőben.
Én is úgy érzem, hogy az elmúlt három hétnek az eredménytelenség azért rányomta a bélyegét a játékunkra, nem volt igazán jó, azt el kell ismernem. Ettől függetlenül nagy győzelem volt a fontos a mai mérkőzésen, abszolút azt szerettük volna, hogy ezt győztesen hozzuk le, ha sikerült. A játékot majd én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb jönni fog újra. Azt gondolom ez egy, bár utolsó helyen áll a Dehalc, attól függetlenül egy nagyon jó kis csapatnak tűnt a mai mérkőzésen. Nagyon fegyelmezettek, nagyon harcosak voltak. Azért sikerült megtörnünk egy góllal, úgyhogy ez gratulálok a srácoknak. Értelemszerűen szeretnénk jobban is játszani, és fogunk is még jobban játszani. A címvédő Sopron fennállása során 10-szer hódított el a női kosárlabda magyar kupát, mivel a vasárnapi döntőben 79-56-ra legyőzte a DVTK-t. A Sopron 22. alkalommal jutott döntőbe a magyar kupában, mérlegei már 10 győzelem és 12 vereség. A DVTK a hetedik fináléjában szerepelt, ezekből 3-at megnyert és 4-et elveszített. Kedden reggel lehet ugyan párás segított kötfoltok, de napközben a napsütés lesz jellemző felhőtlen égbolt mellett. A gyenge, néha kis élénkebb délies légmozgással árnyalatnyit enyhébb levegő érkezik térségünkbe. Szerdán és csütörtökön reggelenként fagypont körüli, délutánonként pár fokkal plusz 10 fok feletti hőmérséklet ígérkezik. Napról napra melegszik a levegő, sok napsütés, többnyire felhőtlen égbolt várható csapadék nélkül. A hajnali órákban párásodás, foltokban köd előfordulhat. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió esti hírösszefoglaló műsorát látták március 1-én hétfőn. Ha tehetik, nézzenek bennünket holnap este is, hiszen 7 órától újra jövünk majd Győr Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, búcsúzom, a viszontlátásra!